Történelmi a pillanat, ami ma bennünket Nagyszelmencre hozott, egy új iskolai év kezdetét ünnepelni, aminek az adja meg emelkedett hangulatát, hogy először tesztük ezt közösen felvidéki és kárpátaljai magyarok. Államtitkár úr, kormánybiztos úr, excellenciás urak, képviselő urak, polgármester úr, kedves meghívott vendégek határon innen és túl, igazgató asszonyok, igazgató urak, tisztelt pedagógusok, szülők, kedves pályakezdő kollégák, tanulók, tisztelt rádióhallgatók. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a felvidéki és a kárpátaljai magyar iskolák közös tanévnyitó ünnepségén, a keleti végeken, bízva abban, hogy a közös találkozás új kapcsolatokat épít, új fejlesztő gondolatokkal gazdagít közösséget és egyént egyaránt. Minden esemény meghatározója a hely és annak szelleme. A hely szellemét az elődök által létrehozott szellemi értékek, épített örökség, a megörökölt gazdag hagyományok teszik élővé, maradandóvá és követésre méltóvá. A hely szellemét a történelem és az azt meghatározó történetek alkotják. Verecke Szent Hágóján Árpád serege foglalt hont. Ungvár fejedelemmé emelte Árpádot, aki Munkácsvárának felépítésével feladatot is szabott a késői hősvédőknek. Zrínyi Ilona és a vezérlő felett fejedelem hazaszeretetének példája nyomán a haza függetlenségére való törekvés életcélként fogalmazódott meg. Ahogy korábban a doboruszkai törökverő kapitány is vére árán védte a hazát. Később pedig Kossuth Lajosnak is sorsa lett a haza mindenekelőtt gondolat tettekbeni megvalósítása. Személyiségek, akik a történelem térfogatában a 21. század magyarjait erősítik, bátorítják. A táj intellektuális élmény a hegy, a folyó tömény gondolatisággal terhes, csak tudni kell megérteni, megfejteni. Szól Balladé Károly költő. A megfejtés feladata mindenkor kötelező, hogy élhető legyen a jelen, tervezhető a holnap, érték maradjon, amit a közösség értéknek ítél. Az Ikerfalu Szelmenc az a hely, ahol az ember elgondolkodik a történelmen és történéseken. Szimbolikus a hely, hiszen ahol pillanatnyilag állunk, közép-európai időt mutat az óra, míg pár lépésre tőlünk a határ túloldalán élő magyarok számára már Kievben szabják az időt. Az ok történelmi. A valaha szervesen együtt élő faluközösséget, a világégést követő határrendezés más-más fejlődési zónába sorolta. A falu közepén végighúzódó határ pedig hosszú évtizedekre kettészakította a települést. A mai napon a magyar közösségek egyesülnek, ahogy a két székelykapun lévő versben olvasható, mi reményünk megmarad, összeforr, mi szétszakadt. Ez az a hely, amely otthont ad a közös szellemi haza jövőt és alapot teremtő eseményének. Ez az a pillanat, amely összeforrasztja azt, amit semmelyik hatalom soha nem tud szétválasztani, amíg meg lesz bennünk az együvé tartozás érzése, az anyanyelv szeretete, a közös történelmünk tisztelete. Közép-Kelet-Európa magyarságának e szimbolikus helyén a 2017-2018-as tanévet bevezető ünnepség alkalmából tisztelettel köszöntöm a felvidéki magyarság minden tagját, szülőket, akik bizalommal vannak a magyar iskola, tisztelettel a kultúra, az anyanyelv iránt. Köszöntöm a művelődés mestereit, a nevelés felelősség teljes feladatát ellátó pedagógusokat,
azt a magyar nemzeti közösséget, a világ bármely helyén van is felnevelő szülőföldje, akik távlatokban a jövőnek tanítanak meg gondolkodni, európai emberként és magyarként élni, boldogulni. Szeretettel üdvözlöm az iskolába lépő kicsi elsősöket, és azokat is, akik már megtapasztalták a magyar iskola javait. Köszöntöm kedves vendégeinket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a közös tanulmányunkra. A 2017-2018-as országos tanévnyitó kivételes történelmi pillanat, hogy egyé váljon az, ami együvé tartozik, amikor Kárpátalja és a Felvidék jövője közös ünnepségen találkozik az együvé tartozás érzésében és élményében. Az élet a jól megválasztott utakról, a célokról, a nemes feladatokról szól. Jól figyeljünk a szívünkkel, hogy fel tudjuk ismerni az igazi értéket és a jó célokat. Legyen bennünk elszántság a minőségi életre és munkára. Kedves barátaim, tisztelt jelenlévők! Olyan ez a mai nap, mint amikor a szétosztott sebzett növénytöve újra élni kezd, regenerálódik, kapcsolatokat keres, hogy élőhelyén otthon érezze magát. Olyan ez a mai nap, mint amikor a felfedezés örömét élték át a találkozás alkalmával a rég nem látott családtagok. Olyan ez a mai nap, amikor gondolatainkban szertet osztanak a népeket egymástól elzáró határok, amikor az ünnep öröme fölülír minden hatalmi önként. Merítsünk erőt belőle, tápláljuk, erősítsük a hitet, mely a reményből valóságot kovácsol, nemes célok érdekében akaratot acéloz, olyan tettekre és alkotásokra sarkal, amelyek értékállóak, ércnél maradandóknak bizonyulnak. Szívemből kívánom, az új tanév egészét hassa át a mai ünnep bensőséges hangulata. Legyen a 2017-18-as iskolai év a saját magunk, nemzeti közösségünk és iskoláink építésének éve. Ezennel a felvidéki magyar iskolákban a 2017-2018-as tanévet megnyitom.